A Mi Hazánk mozgalom véget vet a követeléskezelők uzsorakamatszerű tevékenységének. Több adós is azzal keres meg, hogy a követelése elévült-e ugyan már, mivel a tartozása már bőven több mint 5 éve keletkezett, ami az általános elévülési idő. És mégis követeli rajta olykor a behajtó cég, vagy már a végrehajtó. Így olyan mértékű kamatokat halmoznak rá a követelésre, hogy megállná a helyét az uzsora kamat kategóriában is. A helyzetet és annak követhetőségét még jobban nehezíti azt, hogy a különféle pénzintézetek egymásnak engedményezés útján adogathatják ezeket az ügyleteket, bár erről az adósnak tudomást kéne, hogy adjanak, de mivel ez törvényi kötelezettségük is, de ez nem mindig teljesül. Meggyőződésem, hogy ez a felállás nem lehet véletlen, és egész egyszerűen a követeléskezelők és a végrehajtók haszonszerzés véget ülnek az ügyeken, akár éveket, évtizedeket is. Teszik mindezt úgy, hogy érdemi cselekményt nem tesznek az ügyben, elég akár egy gép által levél generálásának a kiküldését igazolniuk, ami vagy célba ért az adósnak, vagy sem, és az elévülés már ezúttal meg is szakadt. Igen ám, de helytelen az az álláspont, hogy ezen leveleket nem szükséges regisztrált módon sem elküldeni, sem átvenni. Elég bizonyítani a pénzintézeteknek, hogy az ő rendszerük tartalmazza ennek a levélnek a meglétét, de adósi oldalról nem kell visszacsatolás. A költséges jogi eljárásokra meg már nem marad kerete az adósnak többek között a végrehajtási eljárásban, mivel vannak gyakran előfordul az az eset, hogy már csak a végrehajtási eljárásnál találkozik az adós azzal, hogy neki vele szemben követelése áll fenn. A jogos tartozásokat meg kell fizetni, de nem megengedhető az a rossz hiszemű magatartás, amely következtében direkt duzzaszthatják a követelést a behajtó hiének. A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak tartja, hogy a jelenlegi jogszabályok és ajánlások lehetőséget adnak arra, hogy a követeléskezelők ilyen módon trükközzenek az idővel, amelyek alapján már-már uzsorakamatszerű tevékenységet folytathatnak, és így a végrehajtók is jutalék címen sokkal nagyobb összegre, profitra tehetnek szert a nagyobb követelés összeg miatt. Véget kell vetni a gátlástalan kamatgöngyölítésnek. Meg kell határozni a követelés végrehajtás kérésének a maximális időpontját, és az elévülés megszakító intézkedést bizonyítható módon kell a tudtára adni az adó számára és bizonyítható cselekménnyel. Az idő játszásával ne tegyenek szert plusz profitra a magyar emberek fosztogatásából a hiéna követeléskezelők és a népnyúzásából élő végrehajtók sem.